Én Balangó Dávid vagyok, Hometka Fém Kft-nél dolgozok a központi energiaszolgáltatásnak a területén, a villamosenergiarendszer, központi villamosenergiarendszer, villamosenergia elosztásért és sűrített levegő termelésért, elosztásért felelek. Tehát ez a köfémen belüli nagy feszültségű villamosenergiarendszert és sűrített levegő rendszereket érinti. Hát ezt talán úgy lehetne összefoglalni, nagyon egyszerűen, ez hasonló, mint a városokban a villamosenergia szolgáltató, akitől a lakosság veszi a villamosenergiát, valakivel mindenki kapcsolatban van. Az a rendszer, amiről a lakossági fogyasztók vételeznek, tehát egy háztartás, egy lakás vagy egy családi ház, az is egy villamosenergia elosztó rendszer általában. A köfémes energiarendszer is nagyon hasonló ehhez. Jelenleg a történelmi köfémnek a 6 kilovoltos fogadóállomásán vagyunk. Ez az a terület, ahova beérkezik a villamosenergia a külső szolgáltatótól, és ez az a pont, ahol ezt a villamosenergiát ezt elosztjuk a belső fogyasztók között. Tehát magyarul az összes köfémen belüli 6 kilovoltos rendszerről üzemelő üzletág az innen vételezi a villamosenergiát. Tehát ez a gyakorlatilag a szívcsakrája a villamosenergia ellátásnak. Állomáson alapvetően azt kell tudni, hogy a 60-as éveknek az infrastruktúrájára épül. Természetesen a folyamatos fejlesztés miatt a berendezések azok folyamatosan megújultak az idő során. Úgyhogy most megnézzük, hogy hogyan néz ki egy kapcsolótér. A kapcsolótérben találhatók a villamosenergia rendszer üzemi szempontjából elengedhetetlen kapcsolóberendezések, sinek, a megszakítók, szakaszolók és az áramutak. Az áramutakat kijelölő sínezések, részsínezések. Ezek a sínek, ezek kb. 2500 amper évleges áramú berendezések. Összehasonlításképp egy normál lakossági fogyasztó 32 amperen tud vételezni, hogy masszív áramokról beszélünk, brutális zárlati teljesítményekkel. Jó érdekességképp a köfémes teljes villamosenergia fogyasztás éves szinten a magyarországi villamosenergia fogyasztásnak nyilván a 0,5%-át teszi ki. Az előbb láttuk, hogy hogyan néz ki a 60-as években épült a lábogás és az arra épült infrastruktúra. Most nézzük meg, hogy milyen egy 2020-as kivitelezés. Budapesti Műszaki Egyetemen tanultam, és a mesterképzés után úgy gondoltam, hogy kipróbálom a doktori képzést, és a doktori képzés közben jött egy ilyen lehetőség, hogy itt a köfémben a villamosenergia rendszer üzemvezetőjeként tudok majd tevékenykedni. Ez abszolút nem volt cél, tehát semmiféle ilyen fajta perspektíva nem volt, meg elképzelésem, hogy alapvetően fehérvári vagyok, tehát Fehérvárról mentem föl a fővárosba tanulni, és nem is volt az elképzeléseim között, hogy majd vissza fogok keveredni, teljesen a véletlen műve. Abszolút bejött, tehát 5 éve, majdnem 5 éve itt vagyok. Így fiatal kezdőként megvan a lehetőségem ahhoz, hogy egy mélyen szakmai feladatot lássak el, ami nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit amúgy tanultam az egyetemen. Az első 2 év az egy betanulási időszak volt, tehát szerencsés voltam, mert a szervezet, tehát a vezetők és az elődöm át tudta adni azt az információt, ami kell ahhoz, hogy felelősségteljesen el lehessen látni ezt a munkakört, de alapvetően nehéz volt olyan szempontból, hogy teljesen más jellegű tevékenységet végeztem előtte. Tehát a doktori iskolában egy tudományos, kutatói, fejlesztői feladatom volt, ez pedig tényleg tisztán az ipari valóság. Viszont azok a tudományos ismeretek, alapok, amiket az egyetemen elsajátítottam, meg az egyetemen találkoztam, azok
azok nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy, hogy a, az ipari környezetben előforduló jelenségeket, eseményeket megértsem, megmagyarázzam, megfejtsem. És ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő, hogy projekteket is viszek. Tehát az üzemvezetői tevékenységen kívül különböző beruházási, fejlesztési projektekben is részt veszek, és rendkívüli mértékben sikerült az előző 5 évben fejleszteni például a sűrített levegőellátásnak a biztonságát. Építettünk a kollégákkal egy új kompresszortelepet, nem is beszélve arról, hogy ez önmagában energiahatékonysági javulást is jelentett a levegőtermelésben. Abszolút nem lehet belefásulni, tehát gyakorlatilag folyamatosan jönnek az újabb és újabb problémák, amiket meg kell oldani. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy az alapképzettségem, vagy az alapvégzettségem az villamosmérnök, és a tevékenység az nem korlátozódik arra, hogy a villamosenergia rendszerek, vagy villamosmérnöki szakmának a gyakorlásával üssem el az időmet. Tehát bőven van gépészet, tehát ez a kompresszoros, sűrített levegős téma, ez abszolút a gépész vonal, úgyhogy nagyon sokat is kell tanulni, vagy kellett tanulni, azért 5 év alatt elég sok rutint is lehet szerezni, tehát azért mondom, hogy ez a tanulási igény azért csökken, de mondom, folyamatosan újabb és újabb problémák jelentkeznek, amik nem hagyják az embert ellaposodni, vagy elkényelmesedni. Most az előző másfél-két évben, ugye főleg a covidos vírusos időszak miatt a túrázás volt az, ami központi szerepet töltött be itt a szabadidőben, tehát nem lehetett edzeni, nem lehetett uszodába járni, meg egy csomó mindent, amit az ember normál esetben tud végezni, az arra nem volt lehetőség, úgyhogy maradt ez a kirándulás nyilván a megengedett keretek között. Korábban is mászkáltunk az ismerősökkel, barátokkal kirándulni, de nem volt ez olyan intenzív, viszont nagyon szeretem a természetet, úgyhogy ez a környezet például ez abszolút ismert, rengetegszer voltam itt a Gaja völgyben, és ez egy kiváló módszere annak, hogy ezekből a mindennapi pörgésből kicsit kiszakadjak, tehát azért ez a hétvége. Hétvégente nem szoktunk olyan intenzív, tehát egy nap, hosszú hétvégén szoktunk hosszabbat menni, de egy nap alatt is nagyon sokat lehet rekreálódni. Hát ez úgy néz ki, hogy először ez meg van tervezve. Kőkeményen meg van tervezve, tehát megnézem azokat a lehetőségeket, amik érdekesek, vagy még nem jártam Magyarországon belül. Most a kék túra az, amire fókuszálunk. 2018-ban gondoltam ki, hogy pattant ki a fejemből egy kirándulás alkalmával, hogy mi lenne, ha vennénk egy ilyen pecsétfüzetet, és akkor kipróbálnánk, hogy akkor ez milyen is rájtom. Ez úgy tök jó, hogy minden ilyen pecsételőhelyen ott van a kis kék túrás pecsét, és akkor minden pecsételőhelynek megvan az egyedi saját grafikával ellátott pecsétje. Teljesen szórakoztató. És ugye van a másik oldala, hogy a természetben vagyok, és látom azt, hogy milyenek a növények, állatok, rengeteg állattal lehet találkozni. És akkor megszervezem, hogy hogyan jutunk el oda, hogyan fogunk ott helyben közlekedni, hogyan oldjuk meg a szállást, hogyha esetleg 3-4 napig is a környezetben vagyunk, úgyhogy van egy előzetes szervezés, és akkor van a túra rész. És azért ez nem egy kicsi projekt, tehát ez durván 1200 kilométer, nyilván nem egy pontos szám, de elég sok időt el lehet ezzel tölteni. És nyilván az, hogy valaki elmegy a kék túrára, az nem azt jelenti, hogy mindent bejárt. Tehát a különböző tájegységeken bőven van olyan látványosság, vagy hely, amit érdemes megnézni. Úgyhogy ez még ki fog tartani egy darabig.
akkor meg van bennem azért egy kicsi teljesítménykényszer, tehát szeretek tempót menni, szeretem, hogyha elfáradok, és akkor arra tudok koncentrálni tényleg, hogy meglegyen egy adott szakasz. Ez végül is végigkíséri az egész életemet. Óvodában kezdtem el úszni, és akkor az úszással eltöltöttem egy 6-7 évet, és az úszás után meg nem hagytam abba, elkezdtem fallabdázni, meg aztán később triatlonozni, és az egyetemi évekig ez a triatlon téma ment, és nyilván az egyetemi program volt az, ami ezt eliminálta, ezt a sport dolgot. Nagyon szerettem a szaxofont korábban is, tehát már gimnazista koromban is, és volt egy barátom az egyetemen, aki jazz szaxofont tanult, és ő segített abban, hogy az első lépéseket megtegyem a zenetanulásnak az útján, aztán elmentem rendes zenetanárhoz, akinél klasszikus szaxofont tanultam, klasszikus zenét szaxofonon, és akkor nyilván ennek volt egy zeneelmélet része, meg a rengeteg gyakorlás. Aki már zenélt fafúvós hangszeren, vagy trombitát, tehát rezes hangszeren fúj, tehát fúvós hangszeren játszott, azt tudja, hogy ez nem korlátozódhat a négy fal közé. Tehát ezt olyan helyen kell csinálni, ahol ezt el is viselik. Úgyhogy egy társasházban elég korlátozottak a lehetőségek. Az egyetemen volt egy csapat, ez a csapat, ez szaktársakból, meg hát akkor még nem ismertem őket, de aztán később ugye jó barátokból állt össze, akik egy helyen gyakoroltak, ugyanazon a helyen gyakoroltunk, és akkor hallották, ahogy gyakorlok, és mondták, hogy fújjak velük. Aztán én mondtam, hogy de hogy is, hát most kezdtem el, meg teljesen amatőr vagyok, hogy hagyjuk is, nem. És aztán egy fél év alatt becsatlakoztam az ő programjukba, elkezdtünk együtt gyakorolni, elkezdtem a számaikat megtanulni, vagy megszokni, és akkor volt egy kis trió, akivel nagyon kevés helyen, de játszottunk. Tehát ezek mindig színesítik az embernek az életét, és ezek egyedivé teszik a kis érdekesen mindennapokat. Ha ajánlanom kéne valakinek egy köfémes munkahelyet, akkor a biztonság az egyik, tehát az, hogy egy olyan szervezetnél lehet egyrészt ugye fiatalként tanulni, másrészt dolgozni, ami biztonságot nyújt, tehát egy stabil helyet tud adni. A másik az a szakmai fejlődés és tanulás, tehát ez rendkívül fontos, főleg fiatalon egy olyan személynek, aki még nem dolgozott, vagy nem vállalt munkát sehol. Ugye elindulni egy szakmai úton az mindig egy rendkívül nehéz dolog. A köfémnél eddig mindig az volt a tapasztalatom, hogy a kollégák, a vezetők azok maximálisan segítenek abban, hogy ha valamit valaki nem tud, vagy fejlődnie kell, akkor azt a tevékenységet támogassák, és ellátják az embert információval, tudással, foglalkoznak az új kollégákkal. Vannak duális képzéses hallgatóink, már régóta részt vesz a köfém a duális képzéses hallgatók támogatásában. Ilyenkor van egy belső mentor, aki aktívan támogatja a hallgatónak a tevékenységét, akár még azt is vállalja, hogy segít a vizsgákra való felkészülésben. Tehát ez nem korlátozódik a köfémes tevékenységre, hanem egy nagyon jó szakmai együttműködésről van szó.